Örülök annak, hogy fél évvel ezelőtt megfogalmaztuk azt, hogy szükséges a civil szervezetekkel egy ilyen társadalmi együttműködés, amelyet a kerekasztal keretében tudunk kiteljesíteni, hiszen a kulturális ágazat elég korán és elég hatékonyan megfogalmazta, hogy a kormányzati társadalompolitikai célok körében a mi legfontosabb tennivalónk a következő években az a kulturális alapellátás megszervezése Magyarországon. Emellett ezzel párhuzamosan másik szándékunk az, hogy a közösség fejlesztésben legyünk eszközök, a kulturális kormányzat segítségül kíván szolgálni a helyi közösségeknek, hogy újabb és újabb kisebb közösségek létrehozását ösztönözzük a kulturális alapú közösség fejlesztés révén. És amikor fél évvel ezelőtt összeültünk, akkor ötleteket vártunk a civil partnerektől, több mint 20 szervezet aktív tagja a kerekasztalnak, és kerekasztalon kívülről is érkeztek az elmúlt hónapokban javaslatok, hozzáfűzések az alapellátás kiterjesztéséhez a tárcánkhoz. Örülünk annak, hogy ennyire aktívak a civil szervezetek. Láthatják azt, hogy partnerként kezeljük őket, hiszen január 1-től nagyon nagy mértékben ki tudtuk bővíteni a kulturális alapellátás finanszírozására a településeken keresztül érkező kulturális normatívát, például ez egy nagy teljesítmény. Ugye 1790 településen tudtuk emelni a kulturális normatívát. És a másik nagy eredményünk a március 1-től indult harmadik kulturális közfoglalkoztatási program. Amikor tavaly indítottuk el a másodikat, akkor még csak annak örvendeztünk, hogy egy picit, egy 10%-kal tudtuk növelni a benne résztvevők számát. Most pedig azt mondhatjuk, hogy drasztikusan, több mint egyharmad mértékkel, 40%-kal emelkedett meg a 6100 főre emelt kulturális közfoglalkoztatottak száma Magyarországon. Ez is az ő segítségük, hiszen a civil szervezetek, mintegy 2500 szervezet igényelt kulturális közfoglalkoztatottakat, akiket a saját programjaikra tudnak szakemberként alkalmazni. A legfontosabb üzenete a kulturális kerekasztalnak tulajdonképpen az emberi erőforrások ágazatain belül az az, hogy próbáljunk meg úgy gondolkodni magunkról, mint akik eszközei lehetünk annak, hogy a társadalmi jobb létet szolgáljuk. Eszköze lehet a kultúra annak, hogy az életszínvonalat emelni tudjuk Magyarországon. Hogyha ezt minden településen, minden önkormányzat és minden civil szervezet ezt a szemléletet magáévá teszi, és hogyha mindenki fogja tudni azt, hogy a kultúrával, a művészetekkel való találkozás az javítja az életszínvonalat, akkor azt gondolom, hogy a fejekben megtörténik a rendszerváltás, és a fejekben történő átalakulás és minőségi változás fogja elhozni azt a lehetőséget, hogy a ma még a kultúrától elzártabb közegek, közönség is magasabb életszínvonalon tud élni.